az volt a gondolat, hogy legyen egy olyan seregszemléje a kortárs tárgyalkotó művészetnek, ahol a legjobb mesterek, a legfontosabb irányzatok bemutatkozhatnak. És 80-as évektől lényegében a táncházmozgalommal és a nomád nemzedék új tárgyértelmezésével megerősödő autentikus gondolat elindult. Kéz a kézben ez a három terület, a zene, a tánc és a kézművesség a 70-es évek eleje óta együtt dolgozik, nagyon hasonló gondolatrendszerben, nagyon hasonló világnézettel, esztétikai elvek szerint. Itt nem véletlenül választottuk a körformát, lényegében a körtáncra utalva, ami egy hihetetlen közösségi, mindenkit befogadó és invitáló rituális táncforma. Ezt a körformát idézzük a kiállítás szentélyében, ahol a viseleteket mutatjuk be. Itt az együttcselekvés, együttalkotás erejére mutattunk rá. Lényegében ugyanez a gondolat ismétlődik itt a szellemi kulturális örökség gondolatkörében, a helyi közösségek erejében, vagy a szakrális teremben, a szakrális közösségek együvé tartozásában. A szellemi kulturális örökség gondolat jótékonyan járul hozzá, hogy azok az utolsó magyarországi tájak, ahol egykor nagyon erőteljes népművészet volt, hiszen nem véletlen az, hogy van néhány tájunk, ami abból a sok száz közül kimagaslik, és még a mai napig is van valami helyi tudás, valami helyi örökség, ami fontos a közösségek számára, hogy ezek a példák újra megerősödhettek. Lenyűgöző az a tudás, amivel a mai mesterek rendelkeznek. A mesterek köre sokrétű, sokféle indítatásból, sokféle háttérrel jelenik meg, és lényegében a kiállítás egyes termeiben igyekeztük kibontani ezeket a különböző háttereket, tudásbázisokat, inspirációkat. A mai kísérletező mesterek hihetetlenül a modern szemnek és a mai ízlésnek megfelelő tárgyakat hoznak létre. A kiállítás rendezőinek kifejezetten az volt a célja, hogy a nagy közönség figyelmét, még azoknak a látogatóknak a figyelmét is, akik csak úgy beesnek az utcáról, azokat is megfogja az a gondolat, hogy ezeknek a tárgyaknak van egy nagyon erőteljes esztétikuma, hogy ezek a tárgyak nem állnak távol tőlünk, ezek a tárgyak igazán elképzelhetőek és beleilleszthetők egy modern élet kereteibe, hogy ezek megjelenhetnek a lakókörnyezetünkbe, és az identitásunkat és a stílusunkat kifejező öltözködésünkben.
Tehát tulajdonképpen ezzel a spektrummal azt szerettük volna megmutatni az egyszeri látogató számára is, hogy valahogy fogják föl és értsék meg, hogy az a tudás, ami a kezünkben van, ez egy kincs, egy közkincs, egy nemzeti kincs.